Az együttműködő ellenzéki pártok egy választási győzelem után megemelnék a családi pótlékot, szociális bérlakás programot indítanának, és támogatnák a fogyatékos hozzátartozójuk a tápolókat. Az ellenzék szociális programjáról Ungár Péterrel beszélgetünk. Az MP elnökségi tagjával jó estét, köszöntöm nálunk. Jó estét kívánok. Hogy nem volt ott tegnap a szociális program ismertetésekor? Hát, nincs hét, hogy ne beszélne ezekről az ügyekről. Szerintem, hogyha két nevet kellene mondani az ellenzéki oldalról, aki folyamatosan ezekkel az ügyekkel foglalkozik, az egyik Korózs Lajosi, a másik ön. Ott volt például Kanász Nagy Máté pártársam, aki amúgy később, ha jól tudom, az ATV vendége lesz hasonló témában. Mi az LMP-ben, tehát ez a párt számára a szociális kérdések nagyon fontosak, nem csak az én személyes ügyem ez, hanem az egész LMP-nek az ügye. Na, mindjárt beszélünk a konkrétumokról is, de miért most jönnek elő ezekkel a program, vagy program elemekkel tulajdonképpen? Én azért nem gondolom, hogy furcsa, hogy egy választás előtt mondjuk 4-3 hónappal bármelyik oldal bemutatja azt, hogy milyen programelemek alapján, vagy programpontok alapján szeretné a felhatalmazását kérni a választópolgároknak a kormányzásra. Szerintem láttunk már ilyet korábban. Láttuk, de hát ugye többen bírálták az ellenzéket azért, hogy mintha valamiféle hibernált állapotban lenne. Ez nem egy válasz erre, mert tulajdonképpen sok újdonságot nem mondanak. Nem igazi programismertetés ez. Tehát nem tudom, hogy tud-e olyan újdonságot mondani például a szociális programból, ami ne lenne benne például a közös alapprogramban. De, tehát, hogy azért részben itt semmilyen olyat nem tudna senki mondani, aki a szociális szférával foglalkozik, ami, hogy mondjam, intellektuálisan bizsergető lenne, mert a helyzet az, hogy béremelésre van szükség a nemzetgazdaság legrosszabban kereső munkavállalóinál. Ezt ennél izgalmasabban, én tényleg próbáltam már nagyon sokféleképpen elmondani, ezt izgalmasan nem lehet, mert ez az igazság. Hát lehet, csak az benne volt már a közös alapban. Tehát az például, hogy 50%-kal emelik a szociális dolgozók bérét, ezt nagyon régóta lehet tudni, aki figyeli az ellenzék közös programját. Ha konkrétan megnézzük, azt mondják, emelik a családi pótlékot. Mennyivel emelik? Mert akkor az már program. Hadd reagáljak a szociális szektor béremelésére, azért, mert a szociális szektorban dolgozók meg szektorban dolgozó vezetőknél ez azért egy kérdéseket vetett föl. Tehát szerintünk a béremelés mellett az nagyon fontos, hogy az az áldatlan állapot véget érjen egy kormányváltás után, hogy a 25 év munkajogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs körülbelül 6000 forint különbséggel keres ugyanazt, mint a pályakezdő. Tehát akármilyen béremelést akarunk megvalósítani a szociális szektorban, azt úgy akarjuk, hogy maga a bértáblában igenis fizessünk többet azoknak, akik vezető pozícióban vannak, vagy több időt töltöttek már el a munkaviszonyban. Szerintem ezt mindenki érti, hogy ez például egy sokkal igazságosabb dolog. És nem egészen, mert ugye azt mondják, legalábbis most így hirtelen nem, mert ugye azt mondják, hogy 50%-kal emelik, de akkor ez mit jelent? Tehát, hogy nem mindenkinek 50%-kal? Ez nem jelent mindenkinél automatikusan 50%-ot. Ezt akartam pont az, hogy maga a bértáblával az a probléma, és például ez is tudom, hogy valószínűleg sok embernek unalmasan hangzik, hogy bértábla, de ez mégiscsak ebből a szempontból nagyon fontos. Jelenleg az a helyzet, hogy a szociális szektor bértáblájának a 75%-át lefedi a garantált minimumjövedelem, meg a pótlék. Tehát körülbelül ugyanannyit keresnek a bértáblában 75%-nyi munkavállaló. Ez egy rendkívül áldatlan állapot, és ezt például meg akarjuk változtatni. Jó, a családi pótlékot mennyivel emelnék? Ezt meg tudja már mondani? Nem, és én szerintem nem érdemes olyan konkrét számokat mondani, amiket nem fogunk tudni konkrétan anélkül ígérni, hogy látjuk, hogy amikor átveszük a kormányzást, milyen a gazdasági helyzet, és milyen a költségvetési fegyelem. Tehát valamiféle kormányprogramot csak kell írni, tehát akkor abban nem lesz csak az, hogy emelik valamennyivel a családi pótlékot, de nem mondják meg, hogy mennyivel. Így van. De akkor az összes többi programnál szociális bérlakás programot indítanak. Hány bérlakás, hány év alatt, milyen feltételekkel, mennyiért? Tudok mondani konkrétumot, például az otthongondozási díjban részesülők mindegyike meg fogja kapni a minimálbért. Ez egy konkrétum. Most mennyit kapnak, hogy ez mekkora? Attól függ, hogy kiemelt, vagy csak sima ápolási díj, de mondjuk 58.000 és 78.000 forint között van. Hogyha ezt megemeljük a minimálbérre, az ugye most 200.000 forint lesz az egésznek, az éventi költségvetési költsége körülbelül 55 milliárd. Na, nézzük tovább a programokat, összeg. Szociális bérlakás program, erről mit lehet tudni? Ugye itt egy nagyon fontos elvi különbség van, és szerintem azért én értem, hogy fontosak a konkrét számok, de az elvi különbséget is el kell mondani a jelenlegi kormányhoz képest. Mi azt gondoljuk, hogy az államnak vagy az önkormányzatoknak, ha rendelkeznek forrással, meg kell jelenniük a lakáspiacon, mint egy
szereplő, aki növeli a kínálatot, és ezzel lejjebb viszi az árakat. Ennek nagyon sok nyugat-európai példája van, ilyen például a bécsi lakáspolitika is egy ilyen, de Ausztria más tartományaiban is van hasonló ilyen, van ilyen Németországban, több helyen Hollandiában. Tehát ez azt jelenti, hogy az állam vagy az önkormányzat investál kvázi a lakáspiacba. Ez a különbség ahhoz képest, ami most van, ahol ugye most csak a hitelnek a kedvezményevel, ami nem feltétlenül rossz, csak egyik lába egy kétlábú széknek, ezt nem tudom, egy széknek sos nincs kétlábú, bocsánat. Hát három minimum, három, hogy megálljon, a kettő az nem lesz jó. Nem stabil, igen. No, de azt azért csak fogják tudni, hogy mégis, tehát lesz egy céldátum, hogy meddig mennyit szeretnének, hány bérlakást. A Jobbiknak például erre egy egészen konkrét programja volt. Amúgy hát, szerintem például, is. Így van, a Jobbiknak az LMP-nek nagyon hasonló. Ugye itt azt kell látni, és ez most úgy fog tűnni, mintha nem válaszolok a kérdésre, de valójában válaszolok, hogy megnézzük, hogy mondjuk nőtt a születésszám Magyarországon a Fidesz kormányzás alatt, és ez egy pozitív dolog, és erre sokat is hivatkoznak. De Budapesten belül például csökkent. És ennek az az oka, hogy ugyanannyi pénzt kap valaki gyermekvállalásra Budapesten, mint vidéken, és Budapesten ugye nem tud ebből ingatlant vásárolni az ingatlan áraknak a különbözősége miatt. Tehát szerintem például az már egy jó cél lenne, hogyha Budapesten is valamilyen módon külön támogatnánk azt, hogyha valaki gyermeket vállalna. Még két dolgot szerettem volna kiemelni, de lehet, hogy csak egyre jut ide, kártérítési alapot hoznának létre a hitelkárosultáknak. Azt tudják már, hogy ez hogyan működne, ez a kártérítési alap? Kinek járna? Hát ugye a devizahitelesek problémájának egy jelentős része nem oldódott meg, annak ellenére, hogy volt a kormányzatnál erre törekvés, de ezek a törekvések nagyon gyengék voltak. És itt azoknak az embereknek, akik be vannak ragadva egy olyan hitelbe, amik önhibájukon kívül ugye kerültek egy ilyen rossz helyzetbe, ott, és ez azért nem lenne szintén egy nagy költségvetési vonzat ennek, mert azért ez nem rengeteg ember, sok ember, de nem egy költségvetési szinten túl nagy összeget jelentene. De ebből a hitelcsapdából szabadítanák ki őket? Mert a kártérített a hitelüket nem hát tudom. Illetve például, hogyha valaki mondjuk elvesztette a teljes életének a megtakarítását ebben a devizahitelben, és mondjuk most csak bérleménye van, nincs valamilyen jellegű ingatlan, ott is lehet segítséget nyújtani. Értem, ennyire volt időnk sajnos, hát ez még lett volna pár kérdésem, például lakhatási támogatásra, de hát folytatjuk. Köszönjük szépen.